Meghalt a 80-as évek egyik meghatározó amerikai zenekarának, a The Cars-nak a frontembere. Rick Ocasek 75 éves volt. A holttestét egy segélyhívás után a New York-i rendőrök találták meg a zenész manhattani apartmanjában. Rick Ocasek valószínűleg rosszul lett. A The Cars nevű formáció 1976-tól 88-ig létezett. Rengeteg slágerük volt, tavaly a rock and roll hírességek csarnokába is bekerültek. Legsikeresebb albumuk az 1978-ban megjelent The Cars volt, a Billboard 200-on 139 hétig maradt fent. Rick Ocasek a 90-es években szólóalbumokat adott ki, több zenész és zenekar mögött szövegíróként dolgozott és producerkedett. A duó másik tagja, Benjamin Orr 2000-ben hunyt el.